Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Isten. Abban az időben Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a nép véneihez. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király mennyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a mennyegzőre. Ők azonban nem akartak jönni. Erre más szolgákat küldött. Mondjátok meg a meghívottaknak, íme a lakomát elkészítettem. Ökreim és ízlalt állataim leöltem, minden készen, jöjjenek a mennyegzőre. De azok mindezzel, mit sem törődve, szétszélettek. Az egyik a földjére ment, a másik az üzlete után nézett. A többiek pedig a szolgáknak estek, összeverték, sőt, meg is ölték őket. A király nagy haragra lobbant. Elküldte seregeit és felkoncoltatta a gyilkosokat, városokat pedig felégette. Azután így szólt a szolgákhoz. A mennyegző kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki az útkereszteződésekre, és akit csak találtak, hívjátok meg a mennyegzőre. A szolgák kimentek az utakra, és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszakat és jókat egyaránt. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel. Amikor a király bejött, hogy megszemlélje a vendégeket, meglátott közöttük egy embert, akin nem volt mennyegzős ruha. Megszólította. Barátom, hogy jöhettél be ide, ha nincs mennyegzős ruhád? De az csak hallgatott. Erre a király megparancsolta a szolgáknak. Kezét, lábát kötözzétek meg, és dobjátok ki a külső sötétségre. Ott sírás lesz, és fogcsikorgatás. Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Ezek az evangélium igény. Áldunk éget, Krisztus! Keres testvéreim, mindannyian! Hiszem azt, hogy tudatos keresztényként minden vasárnapunk magában hordozza a találkozásnak a vágyát. Ezért indultunk el otthonról, ezért vagyunk itt, ezen a mai eukarisztián is. Találkozni Isten valóságával, akinek valósága már valahol, valamikor, egyszer vagy talán többször is nagyon személyes módon tárult fel előttünk. Milyen jó ez a benső késztetés, amely arra indít, hogy ezen a vasárnapon, ezen az alkalmon is az evangélium és az ember találkozzék. Hogy ez az alkalom az evangélium és az ember találkozása legyen, hogy kihatással legyen a jövőre, hogy ez a találkozás építse a jövőt. A mai olvasmány és az evangélium összefüggésében egy ünnepi lakoma képe mutatkozik meg mindannyiunk számára, amely Izaiás próféta óta nagyon szép és népszerű bemutatása az Isten országának, annak az eljövendőnek, amely azokra vár, akik az Istent félik, és az ő parancsai szerint alakítják az életüket. Ez az ország Izaiás próféta alapján harmóniát sugároz. Olyan harmóniát, ahol minden a helyén van. És ezen a harmónián túl, ez az ország önmagában hordozza
a végső megértést is. Ahogy olvastuk Izaiásnál, leveszi a leplet, tudnélik az Úr, amely minden népet betakart, és a fátyolt, amely minden nemzetet elborított. Örökre megsemmisíti a halált, letörli a könnyet minden arcról, lemossa népéről a gyalázatot, lemossa az egész földön. Ő, az Úr mondta ezt, azon a napon majd így beszélnek, íme a mi Istenünk, benne reméltünk, és ő megszabadít minket. Jöjjön el a te országod, nap mint nap imádkozhatjuk a mi atyánkban. A Szentírás segítségével, mint egy ablakon keresztül betekintést kapunk abba a misztériumba, amit ez az ország jelent, amire vágyunk, amely önmagában hordozza az életet békében, szeretetben, örömben, kiegyensúlyozottságban. És ez a betekintés a mi reményünk. A remény, amely értelmet ad a mának, a hétköznapjainknak, a bűn következményétől megsebzett hétköznapoknak, a mi emberi küzdelmeinknek, a kiszolgáltatottság érzés feloldásának, és még sorolhatnánk tovább. Isten országa értelmet ad. Az a harmónia, amely ránk vár, értelmet hoz ide, most és ma az én életemben. Erre a lakomára a király és az ő fia, ahogy az evangéliumban olvastuk, nyilvánvalóan az Atya és Jézus Krisztus önzetlenül hív. Olyan Istennel találkozunk az evangéliumnak a lapjain, aki elképzelhetné az életét az ember nélkül, mert hiszen a Szentírás tanúsága szerint úgy mutatkozik meg az ember, mint egy púpa háton. Az Isten mégsem tesz így, mégsem képzeli el így a saját életét. Ahogy életük legyen, és bőségben legyen motto alapján, újból és újból hív, újból és újból lehetőséget ad, megosztja a saját világát az emberrel, és vonza őt az isteni útra, a helyes útra. Páratlan ez az önzetlen élet, nem tudom, hogy rácsodálkozunk-e nap mint nap erre. És ehhez az önzetlen élethez, ehhez az isteni híváshoz hogyan viszonyul az ember? Hogyan viszonyul az ember életéért munkálkodó Istenhez? Hogyan reagál a meghívásra? A szolgák első csoportja a proféták által közvetített meghívását elutasítják. A második szolgacsoport általi meghívást, valószínűleg itt Jézus keresztelő Jánosra és önmagára gondol, már nem csak, hogy közömbösségbe ütközik, hanem erőszakba elutasítják a szolgákat, és megölik. És milyen érdekes, hogy a királyt, az Urat, a csalódottság itt nem arra indítja, hogy az emberről lemondjon. Nem arra indítja, hogy a proegzisztenciáról, a másokért való létről lemondjon, hanem egy még nagyobb nyitást eredményez benne, mert szereti az embert, mert döntött mellette. Megszületik az evangélium soraiban egy általános meghívás mindenféle ember irányába, beleértve a vámosokat, beleértve az utcanőket, a más felekezetűeket, a más vallásúakat, a lehetetlen és kilátástalan helyzetben lévőket, akikről a civilizált ember már rég lemondott, az Isten azonban nem, soha. Ugyanakkor az evangéliumi szakaszban
amelyet felolvastunk, azt is látjuk, hogy a meghívás puszta elfogadása még nem biztosítja a részvételt a lakomán. Nem biztosítja az igazi ünnepet. A mennyegzői lakoma vendégeitől elvárja az Úr, hogy tiszta és rendes öltözetben jelenjenek meg. Mikor a király meglát egy nem megfelelően felöltözött embert, kidobatja a lakolma terméből. Vámosnak és utcanőnek, bűnösnek lenni nem biztosíték többé a megváltásra, ahogy a farizeusság és a papság sem. Ha az ember elfogadta Jézus meghívását a királyságba, az országba, akkor aszerint az ország szerint, aszerint a királyság szerint, aszerint az ünnep szerint kell alakítani az életét, aszerint kell cselekednie, hogy mikor a lakoma kezdetét veszi, megfelelően föl legyen készülve a találkozásra, az ünnepre. Kedves testvérek, az evangélium és az ember találkozásából hadd szabadjon két elemet kiemelni Isten önzetlensége mellett. Az egyik elem a meghívásra adott emberi reakció és az Úr jósága közötti kapcsolat, amelyet talán a tékozló fiúnak és a jóságos atyának a kapcsolata mutat be a legmeghatóbban. Pirinszky János így fogalmaz, hadd szabadjon őt hosszabban idézni. Valamennyien tékozló fiúk vagyunk, azzal a különbséggel, hogy egyesek az atyai háztól eltávolodó, míg mások a visszatérő úton járnak. Minden vágyunk, ami legmélyén nem az Istenre való tökéletes ráhagyatkozást tartalmazza, lényege szerint távolodást jelent az atyai háztól. És minden lépésünk, legyen bármi az, mit az Istenre való ráhagyatkozás vágya vezérel, lényege szerint közeledés. Legtöbben olyan tékozló fiúk volnánk, kik távolodó és közelítő léptei hetenként, naponként, s nem egyszer óránként váltják egymást azon a bizalmi úton, hol választanunk kell kő és kenyér között. Hetenként, naponként, óránként. Távolodunk és közeledünk, döntünk. Egy másik helyen pedig ugyancsak Pilinszky a következőket írja, mire is tanít az evangélium? Mindenek előtt arra, hogy a bűn realitás. Másodszor, hogy legyen kicsi vagy nagy, lényegében közös tőről fakad. Minden bűn oka a szeretetnek a hiánya, az önzés, az ember kiválása a tiszta jóból, lázadása Isten ellen. Enélkül tulajdonképpen nincs is bűn, viszont hihetetlen, hány, látszólag ártatlan gesztusunk szolgálja, készíti elő a lélek egy vétkes döntését. Mivel pedig a bűn mindig a szeretet elleni vétek, ezért orvosolni is egyedül a szeretetnek a síkján orvosolható. A bánat egyedül abból a felismerésből fakadhat, hogy vétettünk bármit is, lényege szerint mindig a szeretet ellen vétettünk, aki ezt világosan belátja, már megbánta bűnét. A bűnünk, kedves testvérek, a távolodásunk is lehet egy út a közeledés felé. És ebből következik talán a második elem, amelyet érdemes kiemelni. Maga
a mennyegzős ruha és annak gondozása. Szent Ágoston így fogalmaz, mi tehát a mennyegzős ruha? A mennyegzős ruha az, amit az apostol mond. A parancs célja a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és az őszinte hitből fakadó szeretet. Szeressétek az Urat, s tanuljátok meg szeretni egymást, hogy amíg az Urat szeretve szeretitek egymást, biztosan, hogy amíg az Urat szeretve szeretitek, biztosan úgy szeressétek egymást és fele barátotokat, mint önmagatokat. Mennyegzős ruha a szeretetnek a felöltése. Ebben az összefüggésben nagyon lényeges az, hogyan gondozzuk, hogyan ápoljuk őszintén napról napra a saját ruhánkat. Ebben kiemelendő a bűnbánat szentsége, a szentgyónás, a kiengesztelődés. Hangsúlyoznunk kell. Egy plébániai szösszenetben, amely a szentgyónásra buzdította a híveket, ezt olvastam, egyszerű mondatok, mégis úgy tűnik, hogy sokszor nehezünkre esik a megvalósítása. Miért gyónunk? Azért, mert akárhogy igyekszünk jók lenni, időről idejre vétkezünk Isten és embertársaink ellen. Ahogy a megbántott embertársunktól bocsánatot kell kérnünk, úgy az Istentől is. Utána megint normálisan mehet tovább a kapcsolat, az élet. Kedves testvérek, amikor vágyakozunk Isten országára, és szeretnénk oda eljutni, és szeretnénk magunkhoz közelebb hozni azt az izaiási harmóniát, akkor e felé, a harmónia felé nekünk is a hétköznapok apró perceiben, óráiban tudnunk kell elindulni, tudnunk kell érte tenni. És ez valójában a szüntelen megújulásnak az útja, amelyhez hozzátartozik a bocsánatot kérni és tudni megbocsátani parancsa. Befejezésül buzdítani tudom mindannyiunkat, hogy őszintén vizsgáljuk meg a saját találkozásunkat az evangéliummal és annak üzenetével. Gondoljuk végig csupán az elmúlt heti reakcióinkat a meghívásra. Gondoljuk végig csupán az elmúlt heti elutasításainkat, közömbösségünket és annak miértjeit. Nézzük meg jobban a saját ruhánk állapotát, és miután megnéztük, tegyük meg a megfelelő lépéseket az eredeti tisztaság felé, hogy amíg az Urat szeretve szeretjük és országába igyekezünk, ne feledkezzünk meg arról, hogy úgy szeressük minden fele barátunkat, miként az Isten, úgy szeressük fele barátunkat, mint önmagunkat, és ahogy mi szeretve vagyunk.